Köszöntelek benneteket! Éjszaka már mindenütt záródott a felhőtakaró, és napközben sem fordultak elő szakadozások a felhőzetben, csak a legmagasabb helytetőink nyúltak túl a felhőpaplanon, tehát az országnak egy igen kis hányadán fordult elő napsütés. Az, hogy van-e, látjuk-e a fényt az alagút végén, a szürke napokat felváltja majd a napsütés, erről majd egy kicsit később beszélek, ugyanis az biztos, hogy a következő egy-két nap változásra még nem kell számítani, továbbra is hideg légpárna alakítja időjárásunkat. A tőlünk keletre örvénylő hideg csepp hozhat némi változást, némi csapadékot az északkeleti keleti tájak fölé, de a legfrissebb futások mind a csapadék mennyiségén, mind pedig a területi lefedettségén csökkentettek. Éppen emiatt az éjszakai órákban is az északkeleti tájakon már valamelyest azért csökkent a havazás esélye, de még azért továbbra is lehetnek olyan területek, ahol előfordulhat gyenge intenzitású havazás. Az ország többi részén marad a borult, párás helyenként ködös idő. Továbbra is előfordulhat szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás, illetve az ipari területek közelében pedig ipari havazás is lehet. A minimum mértékek pedig fagypont környékén alakulnak. A hőmérséklet holnap napközben sem emelkedik túl sokat, legfeljebb néhány fokkal melegszik a levegő a hajnalihoz képest. Az időjárás az lényegében nem változik, tehát továbbra is szürke, borongós, párás időre készülhetünk, számottevő csapadék nélkül, tehát továbbra is inkább csak szitálás, ónos szitálás, esetleg ipari havazás fordulhat elő. A csütörtök még nem hoz nagy változást, tehát ekkor még kicsi a napsütés esélye. Pénteken viszont megerősödik majd várhatóan az északira forduló szél, az pedig megnyírbálhatja a felhőzetet, éppen emiatt ezt követően átmenetileg azért megnövekszik a napsütésnek az esélye, a hétvégén viszont már ismételten megnyugszik a légkör, tehát növekszik a köthajlam. Én ezzel a hírekkel szeretném most megköszönni a figyelmeteket, és további szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!